még nem volt reformáció, amikor a boldogasszony anyánk himnuszunk a himnuszunk volt. Nagyon érdekes volt, mert, és itt van a lényeg, azért vagyok itt. Egy ember hagyta el a tervet. A nagy tiszteletű. Mindenki helyén maradt, és mindenki énekelte a boldogasszony anyám ősi himnuszunkat. A történelem hamisítások sorozata. Mindig valakinek a kedvére írják a történelmet. Lehet legyen ez magyar király, mert akkor is őt akarja kiszolgálni, ne felejtsék el, hogy a katona és az író szolgál. A papnak is szolgálni kellene, de nem a király, hanem Isten. Ezért az Isten szolgálat időnként nagyon nehéz, erről szól Krisztus Urunk megfeszítése és halála, és erről szól a mi boldog asszony kultuszunk. Egyáltalán milyen régi a boldog asszony kultusz, amit kézzel meg tudunk fogni, és egyértelműen történelmi évszámokkal tudunk jellemezni. Ugye ehhez megint ismerni kell azt, ami a történelem hamisítás egyik leggyalázatosabb része, már pedig az, hogy a magyarok mikor is? 800? Mikor foglalták 800? Hát ez, de hangosan. Nem véletlenül mondatom. Mikor? Igen. Ez van minden történelem könyve, bár mindenki tudja, hogy 895-ben jött haza Árpád, de mert nem készültek el a millenniumi emlékművek, ezért egy évet hozzátettek. Mert mi az neki? Ez egy év hamisítás. A másik, Seminó és munkatársai, archeogenetikusok. Archeogenetika az ős genetikával foglalkozik, és visszatudja bármelyikük genetikai kódját fejteni, visszavezetni az első ősre. Ezek a 20 országból lévő archeogenetikusok. Egyetlen egy magyar nem volt köztük. Amerikai, német, román, olasz, spanyol, portugál, francia, magyar nem volt köztük. Mi volt a kérdés? Hogy az Európában élő népek közül melyik nép, nemzet hordozza legmagasabb arányban az európai ős gén a 40-35 ezer éves európai ős gén. A vizsgálatok a következő eredménnyel zárultak. A nyugati országbeliek 15-20% alatt, a horvátok 40%-ban, a Kárpát alján ma kevert nyelvű, de egy genetikához közeleső emberek 50%-ban, a lengyelek 60%-ban, és önök 93%-ban. Az európai ősgén 100 emberből 93-ban ott van a genetikai kódjában. Ez egy kicsit nehéz megérteni, hát ugye az apám az sváb, az anyám szlovák, hogy lehetek én genetikailag magyar. Megint illik tudni, hogy Petőfi Sándor otthon az anyjával, apjával szlovákul beszélt, nem magyarul. Mind a kettő szlovák volt. Mind a kettő szlovák nyelvű volt, de a genetikai kódban, ha ebbe a pohárba víz van, és a vízbe belecseppentek egy kék csepp tintát, mi lesz a víz? Hát, kékes. Magyarul ez a domináns gén. Tehát azt kell megérteni, és ez nem büszkeséggel kell, hogy eltöltse önöket, hanem a feladat nagyságával és a hazugságok visszautasításával. A magyarok, magyar adorján szerint ő nem genetikus volt,
Tehát kivásztak, azt mondta, mi itt vagyunk az ős idő kezdetétől. Most szívesen ismertetném önökkel a jégkorszak, ugye a keresztény vallásunkban ez az özönvíz, ez 10.000 éves, a Biblia is megállapodik benne, a tudósok is. Élet Európában csak a Kárpát-medencében maradt meg. A Kárpát-medencéből rajzott ki a népesség, a magyar, itt túlnépesedés volt. Logikus, hogy itt volt bőven táplálék, víz, nem bántott az ellenségnek, megfagytuk, meg éhen haltak, meg a vízbe pusztultak, megszaporodtak az emberek, és mentek nyugatra, északra, délre és keletre. Így jutottak el Mezopotámiába is, így jutottak el az Ibériai térszigetre, így jutottak el, akkor járható volt a Bering-szoros Amerikába és Dél-Amerikába. Egy Móricz nevű ember és egy horvát nevű ember nem kisebb döbbenettel tapasztalta, hogy vannak az Amazonász vidékén ilyen ősi tőkorszaki törzsek, fehér indiánoknak hívják őket, és a mérnökök, akik építették az Amazonász vidékén az utakat, hidakat, döbbenettel tapasztalták, hogy magyarul beszélnek. Most megint megálltam egy pillanatban. Annyira boldog vagyok, hogy a nap és hold piramisunk jelenleg nem Magyarország területén van, a bosnyákok vigyázzák, mert már régen eltakarítottak volna minden ősi nyomot, ha Magyarországon lenne. De ők nem engednek be senkit felügyelet nélkül, ezek 35-40 ezer éves piramisok. Tessék figyelni az archeogenetikára, tessék figyelni erre a dologra, mert mi történik? Kiderül, hogy nem természet képződmény az, a Keops piramisnál és a mexikói piramisoknál háromszor a nagyobb, 3-4-szerte nagyobb kú, hanem az ember alkotása a nap és hold piramis. Amikor megtalálták a bejáratát, akkor a folyosókon róvás írás találtak. Először azt mondták, ahogy szokták, hogy ez hamisítvány, ez a rovásírást most karcolták, de sajnos ezek a hazugok mindig lelepleződnek, mert organikus anyagokat használnak, akkor a szénizotóp meghatározásával, bár technisziummal 50 éves bizonyossággal lehet meghatározni a kort. Ezek 40 ezer éves róvásírások. Akkor menjünk tovább. Önök latin betűket írnak. Honnét kerül a görög és latin a római kultúrából át hozzánk a latin betű formában? Hát azon az úton, ahol a pogányságot ki kellett írtani a robásírással együtt, magyarul ez István korában történt. Még egyszer, István számomra abszolút pozitív figura, de nem lehet szembeállítani Koppánnyal, mert Koppány volt a jogos örökös, és olyan bűnt követett el István, amit addig soha magyar vezér nem, mert a magyarokat nem lehetett fölnégyelni, és Koppány testét négy része vágták, és kitűzték a várkapukra. Tehát a lényeg az, hogy a róvás írás 3000 évvel, ami bizonyított idősebb, ez még a nap-hold piramisok felfedezés előtt már egyértelmű volt, hallottak a tatár lakai a gyakorlókról? Bolincson, aki hallott, mert ők el tudják magyarázni a többieknek. A tatár lakai a gyakorlókról ugye az agyagba karcolt karc róvás. A agyag őrzi a biológiai bomlás szén 14 izotóppal egyértelmű, hogy a tatár lakai agyakkorokból 7-7500 évesek. És az egyiptomi hieroglifák,
4500-5000 éves. Tehát azt tanították önöknek, hogy az egyiptomi hieroglifákból, szó, betű, jelírásból, föníciai közvetítéssel kerül ide hozzánk az írás. Csak hogy a tatárlakai agyokkorongok 3000 évvel, 2500 évvel idősebbek. És megint egy döbbenetes dolgot mondok önöknek, olyat, ami természetesen a könyvemben is lehet ellenőrzőtben megkeresni, ugyanis én 20 éve elmondom, hogy én gyerekkoromban sem tudtam elfogadni a mi atyánk szövegét úgy, hogy a Jóistenhez fohászkodom, hogy ne vigyen kísértésbe. Hát én, engem a Jóisten nem visz kísértésbe, engem a sátán visz kísértésbe. 1718-ban Bél Mátyás, evangélikus lelkész, teológus professzor, rúvás írásból betű azonosan visszafordította a mi atyánkot. És én ezt mondtam el a templomokban. Ez pedig úgy szól, ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. Ez is micsoda pogányság, hogy én ilyen dolgokra, rúvás írásra hivatkozom. Latin nyelven teológus professzor jelentette meg. Most tessék figyelni. A francia püspöki konferencia a spanyol püspöki konferencia támogatásával pápa őszentséggel fordult, hogy változtassák meg a mi atyánk szövegét, ott azért, mert egy, ugye arámi nyelven mondta Krisztus az imád. Azt átfordították görögbe, és az ógörög egy rossz fordítási hiba miatt így került a mi atyánkba. És azt kérték a pápától, mert ő változtathatja meg, hogy változtassa meg. 2014-ben fordultak a pápához. Nem tudom, hogy hányan hallották, hogy 2017. október 1-én minden olasz úgy imádkozza a mi atyánkat, ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. Minden francia az első adventi vasárnaptól az volt a startkő, úgy imádkozza, hogy ne hagyj minket kísértésbe jutnunk. Most képzeljék el megint, ha a bíboros atya elolvassa, értelmezi azt, amit mondok, leginkább kételkedni kellene, mert ugye én vagyok a Magyarországon az egyetlen orvos, aki az akadémiai doktorátust elsőként szerezte meg, átugrok, ugorva a PhD-t és a kandidatúrát, ahogy régen nevezték. Egyetlen orvos vagyok, soha nem volt, és a mai napig nincs. Én tudományosan közelítem meg a dolgokat, de az ostobaságot, a butaságot és az ex-katedra kijelentéseket nem tudom elfogadni, mert akkor még mindig lapos lenne a föld, és Giordano Bruno nem halt volna meg ideje korán. Tehát az, ami egyértelmű, az, ami az önök agyába kontrollként szerepel, soha ne felejtsék el, hogy minden ember Isten egyetlen, soha nem volt, soha nem lesz csodája. Mindenki a Teremtőtől kapja a lelket, őtőle kapja a szellemi talentumot. Én számos olyan dolgot adtam a világnak, figyelem, adtam tovább a világnak, amely a világ első tudományos közlése. Ugye tudják, hogy Tesla abba őrült bele, hogy megfejtette azt, amit önök várnak ma, próbáljuk meg. Megfejtette azt a titkot, hogy a kozmikus energiát hogy lehet átalakítani pénzéből elektromos energiával. Ő megölték, de azt már kevesen tudják, hogy 3 évig komázon él itt Magyarországon,
Semmelweis Ignác most ünnepli. Önök is Semmelweis érdemére. Hányan tudják önök közül, hogy Semmelweis Ignácot ugyanott, ahol lelőtték Széchenyi, úgy verték agyon, hogy a csontjai olyan apró darabokat törtek, hogy ötször kellett exhumálni. A halott ember azt lehet tisztelni. Makovesz Imre egyetlen egy feladatot nem kapott Budapesten, most szobrot állítanak, megépítik azt a templomot, amit 20 éve megalkotott. És a szinkretizmus kapcsán, a Papa Mária kultus kapcsán, az valami olyan csoda, és azért mondom, hogy mindenkinek lehetősége van nem csak megtekinteni, hanem utána olvasni a zsírszobrocskákat. Tudják, hogy miért hívják zsírszobroknak? Mert akkora volt a popsiuk zsírfenék. Ekkora zsírfenék, ezek 7-8 ezer éves Papa Mária szobrocskák. Messze vannak, nem látják, de mondom, hogy a zsírkőből készített gyomaerdői termékenység szobrocska előről és hátulról való nézetben nem azonos. Ez egyesíti hátulról nő, előről férfire. Ez a csodája. Tehát a mi kultuszunkban a fele volt a feleség, fél volt a fél, mert a két fél alkotott egy egészet, és hozott létre egy soha nem volt, soha nem lesz csodát a gyermeket. Ezért a teremtő ezt úgy oldotta meg, hogy a nemi sejtek, azok a tettefészekben lévő sejtek és a férfi hímipar sejtek 23-23 kromoszóma párral, tehát örökítő fehérje párral rendelkeznek. A testük 46-ból. Milyen érdekes, apa 23-at, anya 23-at, így lesz belőle 46. És megismételhetetlen. Az Isten nem csinált hasonlást. Az ember klónozással borzalmas milyen bűnkövetel, de legyenek nagyon büszkék arra, hogy a mi anyanyelvünk, a legnagyobb kincsünk. A történelmet lehet hamisítani, a magyar nép ajkán fönnmarad az igaz történelem, a népdalokban, regényben mondták, mert a népet nem lehet rávenni a hamisításra. Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Erdély Zsani, Kalózs Zoltán gyűjtötték a magyar népdalokat, és döbbenettel tapasztalták, hogy egy faluban, a szomszédos házban másképp éneklik a népdal, kicsi, nem nagyon. Tudniuk kell, hogy a német alföldön, a teljes német nyelvű közösségben körülbelül 10 000 népdal tudtak összegyűjteni, 10 000. És a magyar népdal kincs mennyi? 220 000. 200 000 le van kottázva, 100 000 még hangkordozókon van, még le kell írni, illetve ha elektronos, ugye azért ez az elektromosságra rátenni, elég egy nagy villámlás, egy kis földkörön közelvevő elektroszmog, és törlődnek a Winchesterekből az információ. Vigyázzanak, hogy a maguk Winchesterét ne töröljék ki. Ez a mi agyunk. Az emberi agy 100 milliárd sejtből épül fel. Összesen 300 milliárd sejtből áll. A 100 milliárd agysejtet soha nem tudják pótolni. Mert ennyi kapcsolatot nem lehet létrehozni. Nem tudom, hogy Bátor Koton megérkezette, a Szent Misén fogunk találkozni, mert arra talán idején messziről jön, és nagyon nehéz a közlekedés. De engedjék meg, hogy régi magyar szokás szerint
ha valaki messziről jött, és azt türelemmel meghallgatták, akkor áldást mondott a távozó a közösségbe. Ez magyar szimbolika. Ez az Árpád-kori tiszaeslári temetőből, István előtti időszakból származó amulett kereszt. A Tisza Karoson, tehát a Karoson temetőbe több mint 160 Árpád korabeli sírt tártak fel, és szinte mindenhol ott volt a kereszt. Nem pogányok voltunk, keresztények. És annyira tudtuk, mert ennek a keresztnek két oldala van, mint az amulett keresztnek általában. Mi van az egyik oldalon? Krisztus az áldás osztó és az áldás kérő. Fölfelé fordított tenyérrel kérjük a fennvalók áldását, aki áldást ad, az lefelé való tenyérrel adja az áldást, a rezgést. Ez nem alkalmas arra, hogy arról beszéljek, hogy a tudomány legutolsó 6-8 évének szenzációs felfedezése, azért nem, mert kicsit elő kellene vezetni, kicsit meg kéne magyarázni, de ehhez semmit nem kell magyarázni. A magyar nép, ez nem papi áldás, tehát nem egyházi áldás, ez népi áldás. Bár ha papi áldás lenne, jogom lenne mondani, mert papnak hívnak, és a nevem nem véletlenül pap, csak annyit, hogy a török hódoltság idején a papok voltak az iszlámnak a legnagyobb ellenségei, most is. És ölték, irtották őket, és akkor annyira kevés pap volt, hogy nem volt, aki predikáljon. És olyan paraszt emberek, akik ismerték az írást, a Bibliát, ők mondták a mindenkori szentírás szöveget, de szentséget nem oszthattak. Szentséget csak felszentelt pap oszthatott, és oszt ma is. Áldást viszont mindannyian adhatnak. Ennek a könyve a hátsó részében van olyan áldás, amit a családfő, ha elhunyt a férfi ember, a család öreg anya adja a családra. Én most ezt el fogom olvasni, de van egy rossz szokás. Ezt ugye a színházba azért mennek el, hogy örüljenek és tapssal fejezzék ki a hálájukat, meg a pénztárnál a jegyet. Én ezért, hogy idejöttem, egy fillért nem kapok. De ne fizessenek tapssal. Azt hagyják meg a színészeknek, művészeknek, a politikusoknak. Én nekem lesz egy kérésem, egyetlen egy perc. Csöndet kérek önöktől. A csönd az nem azért van, hogy tisztán halljuk a generátornak a zaját, hanem azért, hogy mindenki gondolkodjon el egy picit, hogy a Jóistentől mit kíván kérni ezen a gyönyörű napon, fogalmazza meg magában, csöndre. Tehát régi magyar áldás 300 éves népi gyűjtésből. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felmondott. Legyen áldott egyutat, és áldott legyen egész élet. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehet. Legyen áldott a napsugarat, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szava, minden hozzáfordulónak. Legyen áldást az ókezed azoknak, kik érteni úrnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott imád minden hibád, bűnöd, védkezd.
hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeretője. Őrizzen hát az az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságot, őrizze meg kedvességet, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. János evangélista életének utolsó 10 évében két szót ejtett ki az ajkán. Soha több szót nem mondott. Mi volt ez a két szó? Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Embernek, nemzetnek, emberiségnek egyetlen egy gyógyíra van erre a betegségre, a gyűlöletre, a pénz világára. Ez az áldozatot hozó szeretet. Krisztus úrunk ebben adott példát és megerősítést nekünk. Szemünk lecsukult, egy perc csendben kérek, forduljanak a jó Isten. Köszönöm a csendet, a Teremtőnek a kegyelmet, hogy itt lehettem. Vigyázzanak egymásra és magukra. Véletlenül sem tapsolják.